Mai vendégünk Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, önkormányzati képviselő. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, én is tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Az elmúlt napokban került megtartásra a jótékonysági bál. Hogyan zajlott idén a jótékonysági bál, illetőleg mi volt most a legfőbb célkitűzés? Az alapítvány mindig a céljainak megfelelően szerez adományt, illetve hát a jótékonysági es célja is most éppen nagy értékű informatikai eszközök beszerzésére kívánják fordítani, és ezzel segíteni a intézmény munkáját és az ott dolgozók munkáját. Úgyhogy ezúton is még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatja, aki részt vett a bálon, vagy jövőre úgy gondolja, hogy részt vesz, és támogatja a célkitűzéseinket, és nem utolsó sorban kollégáimnak, mindazoknak, akik felléptek, és műsorokkal a bál színvonalát, jó hangulatát biztosították, és azokat, akik a háttérben dolgoztak, és a díszítést is, itt külön kiemelném, a szervezésben két kolléganőm vesz részt, Bokorni Béres Piroska és Kabainé Juhász Éva, akikre úgy gondolom, hogy bármikor számíthatok, és nyugodt lehetek a felé, hogy amit ők intéznek, az rendben van, és ez így is zajlott szombaton is. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki eljött, nagyon jól érezte magát, és aztán kaptunk egy felajánlást is, és 10 órakor, tehát 10 óra, úgy volt, hogy 10 órakor kezdődik, de kicsit késett a művész úr, Liszterád Sándor és a Vadrózsák felléptek, és ők még felpörgették még a eleve jó alaphangulatot, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az SNKFT-nek is a nagyon színvonalas étkeztetést is, és mindenkinek, aki támogatja a céljainkat. Ahogyan elmondtam, önkormányzati képviselőként is tevékenykedik, a 3-as számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Kicsit összegezzük az elmúlt időszakot. A választókerületében milyen fejlesztések történtek meg? Hát az elmúlt időszakban azért nagyon meghatározó volt, egy 2-2,5 évig a Covid-járvány és az ez elleni védekezés. Alapvetően úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak is az volt a felelőssége, hogy átcsoportosítson erre pénzügyi forrásokat. Nagyon sok helyen, úgy a lakosságnak, minden körzetben, de nyilván a 3-as körzetben is, mint a Szent Pál Marista általános iskolának segítséget nyújtottunk. Polgármester úrral közösen digitális hőmérőket vittünk az intézményben, kész felületfertőtlenítő eszközöket, szájmaszkokat, illetve jutattunk el a lakossághoz. Tehát ez meghatározta ezt az időszakot, de nem múlt el fejlesztés nélkül sem. Én nagyon örülök neki, hogy a Szent István Sugár úton egy igen hosszú szakaszon sikerült a járda felújítást elkészíteni, hogy a Kossuth-Lajos utcán a Dózsa-György út és a Szent István Sugár út közötti szakasz teljes útszélességben új aszfaltburkolatot kapott, sikerült az árkot lefedni, parkolóhelyeket kialakítani az intézménynél. Ez már elég régóta problémás volt, nem utolsó sorban arra, hogy ezen a szakaszon a csapadékvíz elvezetést is sikerült megoldani. A városi kerékpárút fejlesztéssel azért a Kacsó utcán sikerült a piaci résznél, tehát a Dózsa-György út és a Szent István Sugár út közötti részen a járda felújítás és egy a közlekedés biztonsági szempontból nagyon fontos kerékpárút szakasz kialakítását. És régóta várt, és még várunk egy kicsit, de már csak az engedélyeztetés van hátra. A Dózsa-György utcán, a Szent Pál Marista általános iskolához vezető szakaszon a zebra kialakítás, illetve hát ugyanez a Zöldfa utcán, ugye a Napsugár utca felől, ahogy jövünk a Dózsa-György utcára, ott is egy zebra kialakítás történt meg. Ennek a tervezése volt, igényelt hosszabb időszakot, mivel nem önkormányzati tulajdonú út szakaszon van. Az északi új telepen úgy gondolom, tehát nem tudom, 10-20 éve várjuk, most sikerült
egy barna mezős beruházással az önkormányzat segítségével a Gyep utcát csak nem teljes útszakaszon aszfaltozni, és zúzott kőborítást kapott több útszakasz. Ugyanakkor én nagyon örülök annak, hogy a Vágóhíd utca és a Tilalmasi út egy része is felújításra fog kerülni, hiszen a Vágóhíd utcán elindul egy nagyon nagy léptékű beruházás, erről volt is szó nem olyan régen, riportot is adtunk polgármester úrral, illetve Huba Imre, Jászlajkoszolnok vármegyei közgyűlésének elnökével. Úgy gondolom, hogy ez Karcagnak és a Karcag csatlakozásának az új M4-eshez is nagyon fontos szerepet fog ez betölteni. Mind a Máltai Szeretett Szolgálattal, mind a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal én úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolok, csak úgy, mint a körzetemben lévő egy oktatási intézmény vezetésével, rendezvényeiken sűrűn részt veszek, próbálok mindegyiken, és hát támogatom a Balagó diákokat különösen az általános iskolából. Tilalmas fejlesztéséről is szeretnék néhány szót szólni. Ott a gazdasági vízzel vannak ugye problémák folyamatosan, de már most ez is megoldódott, és az új út kivitelezése is megkezdődik. Ahogyan említettem, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként is tevékenykedik. Mi kerül mostanság fókuszba a bizottság élén? Hát általában a legjellemzőbb az önkormányzati lakásbérletek, illetve az erre vonatkozó igények. Nyilván meghatározott keretek között úgy a lakástörvény, mint a helyi rendelet alapján szükséges pályáztatnunk. Nagyon sok igény van, és sajnos korlátozottak a lehetőségek. Ezen a területen szükséges még fejlesztést végezni az önkormányzatnak. Nyilván, ha erre pályázati lehetőség, vagy plusz forrás lehetőség nyílik, akkor biztos vagyok benne, hogy az önkormányzat fog erről is tenni, és minél több rászoruló, vagy éppen nem szociális jellegű önkormányzati bérlakást tudunk majd biztosítani. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt az eredményekről. Én köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok.